Romániában kevésbé ismert, de a nemzetközi televíziós sportcsatornáknak köszönhetően a nézők már találkozhattak a favágó sporttal. Most pedig az érdeklődők Szászrégenben élőben is követhettek egy hasonló versenyt. Itt rendezték ugyanis az országos bajnokságot ebben a látványos sportágban. A favágó sportolóknak különböző próbákon kellett bizonyítaniuk erejüket és rátermettségüket, hiszen nem egyszerű néhány másodperc alatt fejszével elvágni egy farunköt szárára merőlegesen, de a legjobbaknak ez sem okozott gondot. A bajnokság eredményei alapján Románia világbajnokságra utazó válogatottját Cser Szilárd, Nagy Botond, Dán Petrescu és Balázsi Dávid alkotják majd. A Marosvásárhelyi Iskolás Sportklub három birkózója állhatott dobogóra a Szarajevóban rendezett Balkán-bajnokságon. Georgiana Lirke arany, Csiki Ervin ezüst, Alexandru Matya bronzérmet szerzett. Valamennyien Gyarmati Ferenc, Fazakas Csaba és Vlad Drágos tanítványai. Európai sztáredző tartott néhány edzést a Gyergyószentmiklósi Iskolás Sportklub U15-ös fiúkosárlabda csapatának a napokban. Az olasz Fabio Fossati, a Nemzetközi Szövetség, a FIBA előadója olyan fortélyokat tanított a fiúknak, amelyeket máshonnan nem tanulhattak volna meg. A Gyergyószentmiklósi Iskolás Sportklub kosárlabda edzője Kercso Zoltán elmondta, hogy egy közös ismerősük révén került Fabio Fossati Gyergyóba. Az olasz szakemberről tudni kell, hogy háromszoros olasz bajnok, kétszeres kupagyőztes, volt Kamerun és Svájc válogatottjának edzője, a kosárlabda pedig a kisujjában van. FIBA előadóként pedig Európa legjobb szakemberei között tartják számon. Az ember próbál tanulni folyamatosan, és rengeteg könyvünk, meg anyagunk van, de vannak titkos dolgok, amit más nem mond el. Na most itt olyan információkhoz jutottunk hozzá, amit máshol nem igazán kapunk meg. Gyerekek nagyon szeretik, nagyon kemény az edzés, de viszont rengeteget tanulnak olyan újdonságot, amit máskor nem kaptak meg, és nem kaphatnak meg. Itt az a lényeg, hogy vannak olyan gyerekek, akiből tud majd később felnőtt játékos lenni, őket fejleszteni, és egyértelmű, hogy van 20 játékosunk, és mint csapat is fejleszteni őket. Most már csak a fiatal játékosokon múlik, hogy miként fogják hasznosítani azt, amit a napokban elsajátíthattak. A Gyergyószentmiklósi ifjúsági kosárlabda az előző idényben néhány figyelemre méltó eredményt ért el, és ezt szeretnék folytatni az új idényben is.